világon 600 millió embernek van autója. A Facebooknak több mint 800 millió regisztrált felhasználója van. És közel 1 milliárd ember beszél angolul. De van valami, ami még inkább közös bennünk. Több mint 3 milliárdan iszunk rendszeresen kávét. Ha kimondjuk kávé, mindenki ugyanarra gondol. Felmérések szerint a felnőtt lakosság 83%-a naponta iszik kávét. Van, aki az instant kávét szereti, és van, aki a láttéért van oda, de az biztos, hogy életünk, napi rutinunk része. A kávéfogyasztók nem felejtik el meginni kávéjukat, és nem akarnak a kávéjukról lemondani. Nem is kell. Csak egyetlen dologról kell döntenie. Hajlandó kipróbálni egy másfajta kávét és megérezni a különbséget? Egy biztos. Bárki képes átéléssel beszélni a saját kávézási szokásairól. Legyen bármerre is a világon. Kuala Lumpurtól Dubaig, Velencétől New Yorkig, Párizstól Budapestig. A kávé szeretete összeköt minket. Nincs üzleti befektetés, nincs teljesítményelvárás. Minden kávéfogyasztónak nagyon sok kávéfogyasztó ismerőse van. Facebook, Twitter vagy éppen mobiltelefon. A 21. században a kommunikáció felgyorsult, és a nagy lehetőségek híre különösen gyorsan terjed. És miért ne ragadná meg az alkalmat, ha történetesen épp a kávé rejtené magában a lehetőséget? Legyen szó baráti beszélgetésről vagy üzleti tárgyalásról, egy jó fekete sohasem hiányozhat. Csatlakozzon ön is a 3 milliárd kávéfogyasztó azon részéhez, akik a kávéban felismerik a lehetőséget. Hisz miért ne részesedne ebből a forgalomból? Az igazán nagy üzletek egy jó kávé mellett köttetnek.